Negyedik alkalommal rendezték meg a Régi Magyarország ízei rendezvényt a Sóstói Múzeum faluban. 17 főzőcsapat 35 féle régi hagyományos étellel készült, emellett izgalmas programokkal várták az érdeklődőket. Szeretem az ilyen dolgokat, megismerjük a határon túli magyaroknak is a gasztronómiáját, meg nagyon jó hangulata van. Kóstolt már valamit? Igen, igen, megkóstoltuk a káposztás tésztát, savanyú káposztából, amit mi nem csinálunk ilyet, és megkóstoltuk valami rácpörköltet, ami krumpli hús, és az meg sima káposzta, úgyhogy káposzta volt elég. Most meg ide jöttünk hangulat miatt. Mivel készültetek ide a mai napra? Nagyon finom lecsóval, amelyben a szívünk, a szeretetünk minden benne van. Kis lecsót hoztunk. Miért pont ezt választottátok? Könnyű, nyári, és nagyon-nagyon sokaknak a kedvence. Jól lehet ízesíteni, füstösen, nekünk is így készült. Van valami titkos összetevője, vagy valamilyen különlegessége, vagy csak hagyományos? A szeretetünk. Minket nagyon-nagyon érdekelt mindenféle szempontból. Kikapcsolódás, jó az idő, megkóstoljuk a régi ízeket, valamit ismerünk, valamit nem, és ez minket örömmel tölt el. Kóstoltak már eddig valami különlegeset? Persze, nem. Azt a káposztás tarját, lencsés káposztás tarját. Hát újdonság volt, mert még ezzel a környékkel nem ismertük. Finom volt, ízlet? Igen, finom volt. Mi a különlegessége ennek a süteménynek? Az a különlegessége, hogy ugye ez morzsókás süti, és ugye élesztős. Tehát a morzsóka ugye liszt, cukor, ugye zsír, és akkor ebből áll össze a morzsóka, és akkor ezt rámorzsolja, és akkor egy sima élesztős tésztát csinál, lekvár, tehát dió rá, és akkor kemencében megsütjük. És volt még túrós megyes is, de az elfogyott. Milyen az érdeklődés? Nagyon nagy, tehát mi hajnal 4-től itt vagyunk, 3 istert csináltunk, tehát ez is 27 tepsővel lett sütve reggel óta, és ennyi van. Úgyhogy köszönjük, ez a nap nagyon jó, tehát nagyon sokan vendég szeretnek kijönni, úgyhogy mi örülünk neki. Tehát. Milyen ételek készültek még a süteményen kívül? Tehát nekünk itt még az a nacsi portán paprikás, krumpli, csülökkel, gazdagon, nokedlivel, ez készült még a mi portánkon, a Sóstói Múzeumfalu által. Gyerekek nagyon szeretnek játszani, illetve szeretjük a finom ételeket is. Szeretik ezeket a népi játékokat? Bizony, már többször próbálkoztunk velük az elmúlt időszakban, úgyhogy már ismerik. Én is a Múzeumfalu dolgozója voltam, aztán gondoltuk, hogy jó idő van, kijövünk a gyerekkel, családostól, aztán eszünk egy jót. Kóstoltatok akkor már gondolom valamiket? Persze, igen, azért nem sok minden, de a Múzeumfalunak a paprikás krumplit, illetve a süteményét megkóstoltuk, szuper volt. Kíváncsiak voltunk ismét a programra, úgy gondoltuk, hogy egy érdekes, színes, jó levegő van, szép a környezet, és mindig felfedezünk valami újat. Csodás idő van, és szerettünk volna a családdal egy közös szupi családi programot. A férjemmel, a gyerkőccel vagyunk itt, valamint anyukámmal, sógornőmmel és az ő gyerekeivel, úgyhogy egy szupi csodás családi programot, valamint a finom ételek miatt. Kóstoltatok már valami? Igen, igen. Kóstoltunk többet is, mint például itt a lápi betyároknál a mális töltött káposztát, ami nagyon finom volt, valamint ettünk a Tisza vasvári részen, a Nyíri mezőségi részen zúzos levest, az is finom, és a gólyafos, az pedig egy nagyon fincsi édesség, úgyhogy csak ajánlani tudom, ha még van.